A Drávai Gizella nyelvhasználati, a természetrajz és földrajz, a Győrfi István fizika, valamint az idegen nyelv versenyekkel kezdődött a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség tantárgyi vetélkedőinek második fordulója október 1-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán. A vetélkedőn azok a diákok vehetnek részt, akik az első fordulóban elért átlageredmény feletti pontszámot értek el. A Pedagógus Szövetség a vetélkedők tesztfeladatainak elkészítésére a Rákóczi Főiskola tanárait kérte fel. A jelenleg érvényben lévő általános és középiskolai, valamint a tehetséggondozó oktatási intézmények követelményrendszerére épülő ismeretanyag felhasználásával, kivéve azokat a tantárgyi versenyeket, amelyek a magyarországi vetélkedőkhöz igazodnak. 2021-22-es tanév tantárgyi vetélkedőit a tavasszal ugye meghirdettük, de sajnos a háborús helyzet miatt a biológia vetélkedő online fordulóján kívül a többi vetélkedőt el kellett halasztanunk. Többit azt augusztus utolsó hetében tudtuk megtartani, tehát akkor zajlottak le a tantárgyi vetélkedők online fordulói, és az ott továbbjutó diákok részére szerveztük most már a jelenléti fordulókat itt a főiskolán. A tantárgyi vetélkedők az elkövetkező 3 hétben fognak zajlani. Ma zajlott az első 4 vetélkedő. Ez az idegen nyelv, tehát angol és német nyelvből, magyarból, a drávai helyesírási verseny, a fizika vetélkedő, illetve a természetrajz és földrajz vetélkedő.